köszöntjük Gesszler Dorottyát és Südi Ringót. Jó reggelt! Mozgás professzor asszonyát. Sziasztok, öreget kívánok! Hát ugye természetesen a tánc és a mozgás is, hát ez a sport mindenféleképpen segít abban, hogy boldogabbak legyünk. Gondolom, hogy az egész életetek erről szól lényegében, nem most már pláne. Gyerekkoroktól kezdve mozogtok? Igen. És a tánc volt mind a kettőtöknek az első dolog, amivel elkezdtétek? Én is, nekem a klasszikus balett volt, az ment át pilatesbe. Na, én meg jazz balettel kezdtem, és onnan lett a versenytánc. Igen, és a klasszikus balettet aztán egy picit pihentetted, nem? Mert ugye évekig mondjuk nem arról szólt az életed, hogy babala vagy. Vagy mindig jelen volt akkor is, amikor elkezdtél televízióban dolgozni? Nem ment a kettő együtt. Amikor elkezdtem már a televízióban dolgozni, akkor igazából dönteni kellett, hogy a tánc vagy a televíziózás. A tánc az egy egész embert kívánt, tehát ott nem lehet igazából mellette mást is csinálni. És a pilates, amit egyébként én nem nagyon ismerek, bár ugye Dórival egy teremben. A fitness-teremben edzünk, ő is szokott egyébként edzeni is, de a pilates óráidra oda még nem tévedtem be. Nem baj, majd egyszer eljössz, majd ha megérik. Mi történik? Mennyire strapás egyébként? Kívülről úgy néz ki, hogy nem strapás, de hogyha beállsz, akkor általában kiderül, hogy igenis strapás. Szebb tartásod lesz utána, nyújtja az izmokat, feszesít, lazít is, hogyha valakinek kötöttebbek az izmai. Úgyhogy segít abban, hogy kiegyenlítsük a két oldalunkat például, hogyha van valami egyensúlytalanság. Sok-sok mindenre jó. És Iringo, te amellett, hogy ugye táncosként ismert meg téged az egész ország, táncot is tanítasz amatőröknek is. Mit látsz, hogy mondjuk egy-egy óra után mennyivel kivirultabbak, vagy mennyire van jótékony hatással az emberekre a tánc vagy a mozgás? Nálunk a Lady Dance-en lehet a legjobban látni. Ők olyan anyukák, akik nem háziasszonyként dolgoznak, hanem rendes munkás emberek, és lehet azt érezni, hogy bejönnek az órára, tiszta stressz az életük, hogy rohanásból érkeznek, vagy éppen a gyereket viszik innen-oda, vagy éppen a munkából esnek be, és el kell tenni azért egy jó pár percnek, mire érzed és látod az arcán, hogy hú, megérkeztem, kisimultam, jó helyen vagyok, indulhat az, amire koncentrálni akarok, az egy órás tánc. Úgyhogy nálunk nagyon jó hatással van a csapat is egymásra, meg maga a zene és a tánc, és az, hogy azért gondolkodni kell. Tehát, hogy nálunk nem az van, mint a zumbában, hogy csináld utána a módszerrel tanítok, hanem koreográfiák vannak, amiket meg kell jegyezni, amiket utána szépítünk, amit utána technikailag jobbá teszünk, tehát, hogy így nem csak a testet, hanem az agyat is tornáztatjuk ezzel. Na most ugye arra beszélgetünk, hogy a mozgás öröme, a boldogsághormon, stb. És azoknak, akiknek a munkája tulajdonképpen a mozgás, a tánc, amikor ki akarnak kapcsolódni, akkor mit csinálnak? Ugyanúgy folytatják ugyanezt? Azért látsz engem néha a teremben, mert csináljak valami mást is. De az is természetesen az is mozgás, meg súlyozás. Igen, meg... igen, én ezt mindig elmondom, hogy amikor én órát tartok, az nem a saját edzésem, mert azt nem csinálom ugyanúgy végig, mint hogyha rólam szólna a történet, hiszen ott a vendégekre figyelek, javítok, magyarázok, oda megyek, stb. Az, hogy én is befelé tudjak figyelni magamra, tudjak figyelni, hogy ki tudjak kapcsolódni, ahhoz vagy valami más kell csinálni, vagy hogyha ugyanazt a műfajt is, de akkor csak magamnak. De akkor... magadnak tartod a pilates, vagy elmész más pilates órájára mondjuk? Egész másfajta mozgást csinál. Másfajta mozgást csinálok, vagy magamnak csinálom a pilates, de olyan is van, hogy elmegyek másnak az órájára. Úgyhogy ez minden belefér. És visszakanyarodva Iringóhoz, hogy a befelé figyelés az nekünk is nagyon-nagyon fontos egy-egy órán. Tehát mi például egy pár légzéssel érjük el az elején azt, hogy befelé figyeljünk, magunkra figyeljünk, és akkor onnantól kezdve egy pilates órán nincsen agyalás azon, hogy most mit fogok főzni, meg hova megyek utána, meg ilyesmi. Mert olyanok a gyakorlatok, hogy muszáj, hogy odafigyeljen a testére a vendég, mert különben nem is nagyon tudja megcsinálni őket. Iringo, szerintem az a szabadidőben te nem táncklubokat látogatsz. Ezt eltaláltad. Nem, nekem egy feltöltődés az, hogyha én nagyot tudok aludni, ha egy jót tudok napozni, tehát hogy így más a kikapcsolódásom, mint hogyha elmennék egy táncórát látogatni. Egyébként biztos, tehát kíváncsi lennék, hogy mások hogyan tanítanak, ebből biztos sokat lehetne tanulni, csak hát ők ugyanakkor tanítanak, amikor én. Yeah. Úgyhogy én is a délelőttjeimet tudom más mozgásformával tölteni, amikor szabad vagyok. Van akkor, mert mondjuk gyerekként én tudom, hogy nekünk csomószor volt, hogy nincs kedvem, nem akarok menni, fáradt vagyok, és nagyon nehéz elvenni magad arra, hogy elindulj akár sportra, akár pilatesre, akár táncra. Nektek volt olyan az életetekben, amikor úgy voltatok vele, hogy jó, nem bírom, nem tudok elmenni, vagy mindig valahogy túl lendültetek ezen a holdponton, és aztán nyilván 10 perc után meg már... Hát a muszáj, hogy van, gondolom, szerintem hogy nagy erő. Mindenkinek.
Hát, hogyha órát tartasz, vagy tanítasz, akkor nyilván akkor muszáj bemenni. Hogyha az embernek a saját sportjáról van szó, akkor azt gondolom, hogy vannak olyan napok, amikor lehetünk magunkkal megengedőbbek, és mondhatjuk azt, hogy jó, ma kicsit kevesebbet, vagy ma kihagyjuk, de azért meg kell találni azt az arany középutat, hogy nem mondjuk minden nap ezt, hogy na majd holnap. Azt gondolom, hogy ha megtaláljuk a szépségét, hogyha megtaláljuk azokat az előnyöket, hogy mondjuk érezzük magunkon a hatását, azt, hogy feszesít, hogy nyújt, hogy erősebbek leszünk, karcsúbbak leszünk, jobb az ellenálló képességünk, az immunrendszerünk, mindenünk, akkor azt hiszem, azért nagyon jó dopping az embernek arra, hogy leküzdje azt a lustaságot, vagy mondjuk, hogy tudom, hogy azt, hogy nehéz az elején, nehéz elkezdeni, de amikor már benne vagyok és túl vagyok rajta, akkor már utána nagyon jó és a jótékony hatásait érzem. Ez a kellemes fáradtság. Az csodálatos. Igen. A legszebb szó az egészségedre. Tehát én mindig azt szeretem, hogy edzés végén az egészségedre, tornóra végén ez a legszebb szó. De hát gondolom, nagyon nagy energiákat inkább az mozgósít bennetek, hogy azokat a csoportban, a tánccsoportban vagy a mozgáscsoportban, akik egyébként egy kicsit feladnák, azokat lelkesíteni és valamilyen módon szenvedélyt hát, hogy ugyanezt nem? Megérezzék, igen. Hogy mennyire de jó de mindig utána. Vannak ilyenek, nem? Akiket kicsit húzni kell, rángatni kell, hogy mégis ez a hagyjanak. Persze, hát mindenkinek van rosszabb napja, amikor nem akarja elkezdeni, vagy nem akar bejönni. Szerintem ez természetes. Siringon nálad volt ilyen, mert például gondolom párok is járnak hozzád, és én úgy képzelem el, hogy mondjuk, hogyha édesanyámékra gondolok, akkor ott mindig anyukám volt a lelkesebb, és a férje az, aki jól van, elkísérem, meg ott kicsit ott ellötyögök, de hogy kevésbé, tehát volt de sokkal ilyen. Egyszerűbb a pároknál, tehát hogy ott a kettőből, ha az egyik nem akar, akkor azért a másik tud erőszakoskodni, hogy na hát pedig szívem el kell menni, hát ott tudod, hogy jól érezzük magunkat, mint amikor mondjuk egy pilatesről van szó, vagy egy lady dance-ről. Ahova egyedül járnak az emberek. Tehát ott önmagadon kell túllépni, hogy na már pedig összeszedem magam, és el kell indulni, mert jó lesz, tehát tudom, hogy utána az érzés az felemelő, és kellemes, és jól elfáradok, de hogy az egy kiváló érzés, és hogy a pároknak ilyen szempontból sokkal egyszerűbb, mert egymásra tudnak hatni. Hát most ti hatottatok rá. Mindenképpen én el is határoztam, hogy ma megint elmegyek. Mozogni. Találkozunk az edzésre. Úgyhogy ígérem, hogy tényleg az életformát abszolút meg fogom változtatni. Köszönjük szépen, sok boldogsághormont kívánunk nektek, akár a tánc, a mozgás által, akár mondjuk egy jó kis hajtort által. Köszönjük, hogy itt voltatok. Kedves egészségeteket.